Felújítás. Korszerűsítették az Oladi Általános Iskola tetőszerkezetét. A közel 1400 négyzetméteren naponta tucatnyi szakember dolgozott. Zarándoklat. Vas és Zala megyéből több mint 2000-en vettek részt a Szombathelyi Egyházközség által szervezett Szent Gotthárdi programon. Járt körül. Egy uniós program keretében a Parciumi Szilágysomlyóról érkezett diákcsoport a héten a Gotthárdi Ernő általános iskolába. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Cirók Tamás. Jó estét kívánok! Korszerűsítették az Oladi általános iskola tetőszerkezetét. A közel 1400 négyzetméteren naponta tucatnyi szakember dolgozott, hogy minél rövidebb ideig tartson az átmeneti helyzet az iskola életében. A tanulók egy részét ugyanis az elmúlt hónapban más intézményekben helyezték el. Az időjárás is kedvezett a munkának az Oladi általános iskolában. Az épület komplexumnak az iskola feletti tető részét korszerűsítették. A födém szerkezet megmaradt, felette azonban mindent átalakítottak, kicseréltek a szakemberek. Az utolsó simítások zajlanak. Elég komplikált volt, nem egy egyszerű folyamat, mivel ezt meg kellett bontanunk a meglévő szigetelést, hőszigetelést, és így sok olyan váratlan helyzet volt, amit akkor kellett kitalálnunk, megoldanunk. A piacon fellelhető legkorszerűbb szigetelőanyagot használták a kivitelezők, ez jól ellenáll az UV-sugaraknak és az időjárás viszontagságainak is, modern és tartós. Az építkezéshez szükséges forrást belső pályázati és saját forrásból biztosította a Klik Szombathelyi tankerülete. Így elnyertünk 54 millió forintot. Az akkori tervezési összeg alapján ez elég is lett volna, közben hát ismerjük, hogy az építőiparban milyen változások voltak. A tankerület úgy gondolta, ha már ez a nagy összeg rendelkezésre áll, akkor a szükséges további majdnem 30 millió forintot hozzátettük. A mintegy 1400 négyzetméteren március közepén kezdték el a munkálatokat. Naponta tucatnyi szakember dolgozott a felújításon. Ez a napirend megtervezésében komoly terhet jelentett, de a kivitelező, a szülők és az iskola jó együttműködésének köszönhetően megoldották a nehézségeket. A munka elsősorban a felső szint tanulóit érintette. A felsős osztályainkat kellett valahogyan elhelyezni, de jobban meg tudtuk valósítani a gyerekeknek a máshova költöztetését az alsó tagozatosok tekintetében, úgyhogy 5 osztályt helyeztünk 2 helyszínre. Más intézmények mellett a Váci Mihály általános iskola 2 osztályt, a Németh Pál kollégium pedig 3-at fogadott be az elmúlt több mint egy hónapban. Az iskola további felújításokra is pályázik, már keresik a külső burkolati panelek korszerűsítéséhez a forrást. Május 1-én Szent Gotthárdon rendezte meg a Szombathelyi Egyházmegye az éves zarándoklatát. Több mint 2000-en vettek részt a programon Vas és Zala megyéből. 2018. május 1-én avatták boldoggá Brenner Jánost. A Szombathelyi Egyházmegye vértanúpapja Szombathelyen született. 1957-ben a ma Szent Gotthárdhoz tartozó zsidán gyilkolták meg. A Rábakethelyi templomtól a zsidai jópásztor kápolnáig tartó zarándoklaton együtt imádkoztak a hívek, egy másik csoport pedig Mária újfaluból indult. Az emlékkápolnánál a Szombathelyi Brenner iskola növendékei elevenítették fel a vértanúpap életét. A szentmisére már több mint 2000-en gyűltek össze. Az ő példája a kitartás, a hivatása melletti kitartás. Én mindig csak hasonlítani tudom Mincenti bíboroshoz, és ő is a kitartásával, meg Brenner atya is a hivatása magas fokon való gyakorlásával tartottam fontosnak, hogy én ezen a napon itt legyek mindenféleképpen. A vasvári hívek gyalog érkeztek a zarándoklatra. De valakiért fel lehet ajánlani, ugye minden zarándoklatot, zarándoklaton lehet valakiért imádkozni, valakiért felajánlani. Ilyen érdekesnek találtam, hogy éjszaka még sose indultam így útnak, de amikor elindultam, akkor éreztem, hogy ez nagyon jó ötlet, akár az egyházközségét is felajánlani, de olyan személyekért, akiket magammal elhoztam ide, hogy értük imádkozzak. Az egyházmegyei zarándoklat jó alkalom volt a találkozásra, a kötetlen beszélgetésekre, a hit megerősítésére, az imádságos együttlétre. Azt gondolom, derűs és jó
szeretetet sugárzó emberi arc, akit láthatunk. Ünnepeljük a hitünket, ünnepeljük azt, hogy Istenben élni jó, ünnepeljük a családjainkat, mindannyiunkat megerősít. Egy olyan világban, ami egyre inkább veszíti el a gyökereit, nagyon fontos néha közel jönni a forráshoz és táplálkozni belőle. Az emlékkápolnában a Szent Mise kezdetén Brenner József elhelyezte testvére erekéjét, amelyet ezentúl mindenszer tartáson kihelyeznek majd. A híveket magyar nyelven köszöntötte a kismartoni megyéspüspök, szent beszédet Székely János szombathelyi megyéspüspök mondott. A hívek délután több helyszínen csatlakozhattak a különböző lelki programokhoz. Az egyházmegyei zarándoklat zenés dicsőítéssel és litániával zárult. A Parciumi Szilágysomlyóról érkezett diákcsoport a Gotthárd Jenő általános iskolába. A nemrégiben indult járt körül elnevezésű Európai Uniós program keretében az elcsatolt területek oktatási intézményeiből anyaországi városokba látogathatnak a magyar gyerekek a nemzeti összetartozás erősítésének jegyében. Dallal üdvözölte a Gotthárd iskola énekkara az erdélyi vendégeket. 22 diák és kísérő tanáraik érkeztek Szilágysomlyóról. A régi Parciumi település arról nevezetes, hogy itt született Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király, valamint 1848-ban itt vette át Bem József az erdélyi seregek feletti parancsnokságot. Ma a város 11 ezer lakosának 22%-a magyar. Szilágysomlyón van egy Báthori István magyar tannyelvű általános iskola, és ahol én tanítok Varsolcon, ott hát csak éppen egy pár román gyermek van, mert a falu többségében több mint 80%-ban magyar. Úgyhogy például a történelmet, szóval mindent gyakorlatilag a románon kívül természetesen magyarul tanítunk. Az évek óta sikeresen működő Határtalanul programban magyar diákok látogatnak külhoni társaikhoz. Ennek fordítottja a járt körül elnevezésű kezdeményezés, amely tovább erősíti a magyar fiatalok identitását, intézményi és kulturális kapcsolatokat épít. Ez egy pilot, a mai csapat tulajdonképpen az előse ennek a most induló sorozatnak, és nagy öröm a tankerületünk számára, hogy a mi iskolánkat választották, és lehetőség van, hogy egy napot közösen töltsünk ezekkel a diákokkal. Április 30-a az UNESCO döntése nyomán a Jazz Világnapja. Ez alkalomból hangszer és zenefelismerés, valamint teszt várt a csapatokra. A Gotthárd 2013 óta UNESCO társult iskola, minden évben szerveznek tematikus napot. Ebbe kapcsolódhattak be most a 7.-8. osztályos erdélyi diákok is. Nagyon szeretik ezeket a projektnapokat, hiszen másfajta képességeket kíván és követel meg a gyerekektől, és nagyon nagy élvezettel töltik ezeket a napokat. A Tudós Klubban robotikával, programozással ismerkedhettek, délután pedig sportprogramokon vehettek részt az iskolások. Koszorúzással, előadással emlékeztek az intézmény névadójára a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban. Emlékplakettet és kinevezéseket adtak át, valamint kihirdették az idei tudományos pályázat eredményeit. A kórház bejárata mellett áll Markusovszky Lajos mellszobra, az ünnepség nyitányaként itt helyeztek el koszorút az emlékezők. Majd Lóderes Zoltán, a sebészeti osztály vezetője idézte fel a honvédorvos munkásságának főbb állomásait. A Markusovszky emlékplakettet idén Pivkó József vehette át, aki szoros szakmai kapcsolatban áll az itteni sebészeti és szájsebészeti osztállyal. Előadásában a professzor a fej-nyaki régió műtéti eljárásainak ugrásszerű fejlődéséről beszélt. És én azt várom, és azt gondolom, hogy a jövőben a sebészetben még az eddiginél is komolyabb szerepet fog kapni a komputertechnológia, a digitális műtéti tervezés, amely gyakorlatilag egyre pontosabb, egyre precízebb műtéti tervezéseket és azoknak a megvalósítását teszi lehetővé. Idén is kiírták a Markusovszky pályázatot, amelyre orvosok tudományos dolgozatait várták. Az első díjat egy háromféle daganattípus mutációit összehasonlító pályamű nyerte. Leginkább az 50 és 54 év közöttiekre jellemző Európában és Amerikában is a daganatos megbetegedések megjelenése, még Magyarországon ezzel szemben a 60-65 év vagy a fölöttieket érinti leginkább. Hagyományosan a Markusovszky emlékünnepségen adják át az orvosi kinevezéseket, idén összesen 10-et. Ilyenkor kerül sor a
főorvosi agyújtosi kinevezésekre, és hát én szeretnék minden is gratulálni mindenkinek, Pifko professzor úrnak, az emlékplakethez, akik kinevezést kaptak a kinevezéshez, illetve a pályázat díjazottjainak a munkájukhoz. Markusovszky Lajos arról ismert, hogy ő látta el a szabadságharc idején Görgei Artúr fejsebét. 1857-ben elindította az orvosi hetilapot, és egyik főszervezője volt a hazai egészségügyi oktatásnak. A Szombathelyi Kórház 1955 óta viseli a nevét. A megye gasztrotérképére is rákerülhet a bükkfürdői termelői piac, amely amellett, hogy kiszolgálja a környéken élők igényeit, turisztikai attrakció is egyben. Idén a gasztronómiai élmények mellett már élő zene is szórakoztatja a kikapcsolódni vágyókat minden pénteken. Zenével és tánccal indult a szezon, 5. alkalommal nyitott meg Bükkfürdőn a termelői piac. Mézek, savanyúságok, rétesek, valamint többek között kolbászok és sonkák énciklandó illata vonza mostantól minden pénteken az érdeklődőket. Háztáji, és olyan ízek, amik régiek, sajnos. Boltban nem kapható. Sokan rendszeres vásárlói a piacnak, amely baráti találkozók helyszíne és turisztikai látványosság is. Bükkfürdőn évente 850 ezer éjszakát töltenek a vendégek, átlagosan 3-5 napig maradnak. Az ilyen rendezvények, főleg egy ilyen termelőpiac segít abban, hogy minél több élményt kapjon a vendég egy ilyen desztinációban, és segíti azt, hogy akár még egy napra pluszba foglaljon, akár abban az évben, akár jövőre. A bükkfürdői piacon a település és 40 kilométeres körzetének termelői, kézművesei kínálják portékáikat, Szombathelyről is egyre több az árus itt. Egy éve vagyok nyugdíjas, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit szórakozásnak, időtöltésnek, nyugdíjkiegészítésnek belefogok ebbe a hobbiba, amit már gyakorlatilag elég régóta űzök, a foltvarást. A piacon csak kiváló minőségű termék kapható, ezt a szervezők egy védjeggyel garantálják. A tavalyi évben létrehoztunk egy márka védjegyet és a bükkfürdői eszenciát, amivel pont ezt szeretnénk hangsúlyozni mindenki számára, aki ezeket a termékeket megkóstolja, hogy egy állandó minőséget tudnak itt hétről hétre megkapni. Az ünnepélyes megnyitón a Vas megyei közgyűlés alelnöke elmondta, a piac nagyban segíti a program turizmust, így hamarosan felkerülhet a megye gasztrotérképére. És a terveik között szerepel hosszabb távon, hogy a helyi termelőket, a helyi kistermelőket, akik valamilyen különleges terméket, valamilyen izgalmas terméket állítanak elő, azokat is majd erre a térképre, ennek a térképnek a következő kiadásaira majd rávezessük. A turisztikai élményt nyújtó piac folyamatosan fejlődik, a hangulatról pedig Szombathelyi Harmonikás gondoskodik. Hosszúra nyúlt téli szünet után május 6-án elkezdődik a városi kispályás labdarúgó bajnokság. Idén 79 csapat jelezte részvételi szándékát, akik a Sportliget megújult sportpályáin vághatnak neki a pontvadászatnak. 1,1 milliárd forintos uniós pályázati támogatásból teljesen megújul a Sportliget. A beruházás első ütemében a meglévő 3 focipálya kapott új külsőt, illetve egy salakos pályát is kialakítottak. Ennek legjobban a városi kispályás labdarúgó bajnokság résztvevői örülhetnek, így nem kell tovább várni a szezon kezdetére. Köszönjük a város önkormányzatának, a beruházónak meg a gyors munkát, ami előre hozta azt a lehetőséget megadva, hogy el tudjuk 6-án kezdeni már a bajnokságot. Minden 4 pálya tökéletesnek néz ki a salakja. A világítások is úgy néz ki, rendben lesznek, úgyhogy semmi akadály nincs annak, hogy 6-án átvilág kezdjünk. Az idei bajnokságban 7 kategóriában 79 csapat méri összetudását. A nők, valamint az öreg fiúk mezőnyében növekedett a résztvevők együttesek száma. A 4 pályán folyamatosan pattog majd hétköznap esténként a labda. Összességében a bajnokság végre 850 mérkőzést kell lejátszanunk ahhoz, hogy végeredményt tudjuk majd hirdetni. A bajnokság hétről hétre mintegy 1000 embert mozgat majd meg. A tavaszi szezon májustól június végéig tart. A Szombathelyi Televízió híradóját látták.
Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!